Üdvözlöm Önöket! Orgona Angelika vagyok, a Magyar Nemzeti Múzeum történésze. Engedjék meg, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából figyelmükbe ajánljak egy frissen megjelent kötetet. A kötet apropója egy rendkívüli, örömteli esemény, egy nagylelkű ajándékozás. Egy Amerikában élő testvérpár festményeket, fényképalbumokat, egyéb relikviákat és egy dokumentumgyűjteményt ajándékozott a Magyar Nemzeti Múzeumnak 2017-ben. A családi emlékanyag azért figyelemre méltó, mert ez a testvérpár, Gladys és Paul Szapári, apai ágon a Szapári, anyai ágon pedig a Széchenyi család leszármazottja. Anyai nagymamájuk révén pedig minden idők egyik leggazdagabb amerikai családjának, a Vanderbilt családnak a tagjai. Sokaknak talán ismeretlenül cseng a Szapári név a kötet címében, hiszen a család legismertebb tagjai Szapári Gyula, egykori miniszterelnök, és dédunokája Szapári György, egykori jegybank alelnök a Szapári név variánst használta. A forrásokból azonban kétfajta név alakra konstruálható a Szapári és a Szapári, csak úgy, mint a Széchenyi család esetében. És ez a kötet tiszteletben tart minden családi hagyományt, ezért megőrizte ezt a kettősséget. A könyv két nyelven jelent meg, angolul és magyarul, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös kiadásában. Itt szeretnék köszönetet mondani Császtvai Tünde szerkesztőtársamnak és Erdélyi Gabriellának, a sorozatszerkesztőnek, hiszen ez a frissen napvilágot látott könyv egy sorozat, a Családtörténetek című sorozat első kötete. Szeretném megköszönni a kiváló munkáját Andrew Rose-nak, a kötet angol nyelvű fordítójának. És végül, de nem utolsó sorban, dr. Szapári Györgynek, aki nem csak a hagyaték hazakerülésének volt a motorja, hanem fáradhatatlan katalizátora volt a kötet elkészítésének. Miért fontos nekünk most Magyarországon ez a hagyaték? Miért jelent meg ez a kötet, és miért lett kétnyelvű? Miért lehet érdekes a külföldiek számára? Jó magam, 2015 óta foglalkozom a hagyaték tudományos feldolgozásával, és többféle választ tudok adni erre a kérdésre. Az első, hogy a magyar történelemnek egy olyan szeletét mutathattuk meg ezáltal, amely jó részt ismeretlen. Egy olyan szeletét, amely túlmutat a szokásos kárpát-medencei szellemi horizonton, és több kontinensen átívelő történeteket ismertet meg az olvasóval. Ahogy a történetek kibontakoznak, úgy rajzolódik ki a háttérben, mint csebben a tenger, a 20. század viszontagságos története és a magyar arisztokrácia 20. századi veszőfutása is. A könyv olyan emberek sorsát ismerteti meg az olvasóval, akik nem csak születési jogukon, rangjuk miatt, hanem saját személyes teljesítményük okán is méltók arra, hogy emlékezetünkbe idézzük őket. Olyan emberekről szól ez a könyv, akik tiszta fejjel, tiszta szívvel és olykor az életveszélyt is vállaló bátorsággal közlekedtek a 20. század útvesztőjében. És még egy dolog. A hagyományos családtörténetek az apai leszármazást örökítik meg. Ez jelenik meg a vezetékneveinkben, a családfáinkban, a nemzedéki emlékezetünkben, a kollektív identitásunkban. Holott mindannyian tudjuk, hogy vér szerint két családhoz kötődünk. Ez a kötet, dacolva ezzel a hagyománnyal, az anyai ágat is előcsalogatja kicsit a homályból, amikor édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat és ükmamákat állít a középpontba. És erre a hazakerült hagyaték lehetőséget ad, hiszen az anyai ág történelmi relikviái is felelhetők ebben a csodálatos anyagban. Kik ennek a könyvnek a szereplői? Kezdjük a legelején. A borítón egy titokzatos hölgy mosolyog ránk László Fülöp csodálatos festményén. Maga az amerikai grófné, a címszereplő, aki Gladys Vanderbilt. Az ajándékozós testvérpár anyai nagymamája.
miért érdekes, miért fontos ő számunkra. Először azáltal vált ismertté több mint 100 évvel ezelőtt, 1908. január 27-én házasságot kötött egy magyar mágnással, Széchenyi Lászlóval. A kötet megismerteti az olvasót ennek a házasságnak a történetével. De ahogy tovább lapozunk, és figyelemmel kísérjük Gladys van der Beel további pályafutását, megérthetjük, hogy hogyan lett dollár királynőből magyar nagyasszony. Miért nevezték őt el az amerikai magyarság First Lady-jének. A kötet másik hősnője egy méltatlanul elfeledett személyiség, Szápári Erzsébet grófnő, az ajándékozó testvérpár nagynénje. A II. Világháború alatt a lengyel menekültügy egyik kulcsfigurája volt, idősebb Antal Józseffel és Henrik Szlávikkal együtt. A kötetben eddig ismeretlen fényképek, levélrészletek és még kiadatlan emlékiratok segítségével elevenítjük föl az ő alakját. Henrik Zimmermann, lengyel zsidó menekült emlékiratából olvashatunk idézeteket, aki nagy szeretettel emlékezett meg róla. Azt írta róla, hogy ő úgy ragyog, mint egy oldhatatlan, örökké égő gyertya a fajgyűlölet viharában. Szápári Erzsébet egyébként 1998-ban posztumusz megkapta a Yad Vashemet, a világigaza kitüntetést. Nagy élmény volt számomra, hogy találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte, hogy az ő édesanyját a II. Világháború idején hogyan mentette ki a Mosoni utcai fogházból Szápári Erzsébet. Ez a személyes történet is bekerült ebbe a kötetbe. A könyv kulcsfigurája Szápári Antal gróf, a testvérpár édesapja, aki ugyancsak kivette a részét a lengyel menekültek segítéséből, támogatásából, mint a Magyar és Nemzetközi Vöröskereszt összekötő tisztje. Ezért a tevékenységért 1944 tavaszán a németek elfogták, és a Mauthausen koncentrációs lágerbe deportálták, ahonnan 5 hónap múlva szabadult. A kötet legmegrázóbb fejezete a Mauthauseni hónapok bemutatása, amely a raptársak későbbi beszámolóiból rajzolódik ki. Szápári Antal 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba, de továbbra is küldetésének érezte, hogy honfitársait, az itthon maradt magyarokat segítse. Ezért 1949-ben az élére állt a Magyar Nemzeti Sportszövetségnek. A sportszövetség olyan kiváló tagokat tömörített a soraiba, mint például Keleti Ágnes tornásznőt, minden idők legidősebb élő olimpikonját, aki a napokban ünnepelte 100. születésnapját. Ezért magam és kollégáim nevében ezúton is boldog születésnapot és jó egészséget kívánok neki. A kötetben nem csak a sportszövetség története, hanem az emigráns sportolók személyes életútja is kirajzolódik, és kicsit ízelítőt is nyerünk az emigráció mindennapjaiból. Emlékek színes kavalkádja idéződik fel a könyvben, olyan történetek, amelyeket sokszor maguk a családtagok sem ismertek. Miért hívták Szápári Pált a rózsaszínű embernek? Miért zárta a szép, győri grófkisasszonyokat a hintóba az édesapjuk? Milyen izgalmakat ért át Szápári Antal, amikor a híres pilótával Horthy Istvánnal repült Londonba? És más hasonló izgalmas történetek. És a harmadik fejezetben maga az ajándék, a hagyaték kerül bemutatásra. Az emlékanyag 300 évet ölel fel, a hódoltság korából indul, és a szovjet megszállás idején ér véget. 18-19. Századi jó részt ismeretlen, gyönyörű festmények, történeti értékű oklevelek, 19-20. Századi ugyancsak nagy történelmi becsű és szinte teljes egészében megmaradt fotóalbumok találhatók ebben a hagyatékban. Több mint 160 színes fotóval mutatunk be, amelyet nagyrészt a Nemzeti Múzeum fotósai Kardos Judit, Dabasi András és Rosta József készített. Egy izgalmas kötet, szép köntösben.
Fő üzenete a cselekvő jóság, a hit, a család összetartó, megtartó ereje. Éppen ezért bátran merem ajánlani most, egy világjárvány közepette, minden embertársamnak. Köszönöm szépen a figyelmet!